Legkorábbi emlékeit írta meg szélkálmán Szarvasgomba című legújabb könyvében, amelyet a Premontrei gimnáziumban mutattak be. A 93 éves orvosprofesszor a hajdani senyefa, herény és családja történetét is papírra vetette, Iker testvérével közös gyermekkori élményei mellett. A Magyar Nyugat könyvkiadó által megjelentetett bensőséges hangú, nem ritkán humorral átszőtt visszaemlékezés kötetben a létezés nagy kérdéseivel is szembesülhet az olvasó. Szélkámán a bemutatón arról beszélt, hogy nosztalgiával tekint a józanabb, istenfélőbb és természetközelibb régi világra, és megosztotta gondolatait a hallgatósággal istenhitről és halálról is. A szerzőt Szombathely díszpolgárát Hende Cseba országgyűlési képviselő és Puskás Tivadar polgármester is köszöntötte.